új életet, így vannak az édesanyák, ők az igazi szép csodák. Legnagyobb csodát mindig magukban hordozzák. Minden család központja, mert hogy ők vannak a központban, minden körülöttük forog. Bárhogy is tüsténkedik, sűrög, forog. Ő a szer, mely etet, belőlük indul a legnagyobb, ami lehet, körülölel és elfogad minket ilyennek, önmagát nyújtja, nem játszik szerepet. Mindig ő a feltétlen szeretet. Köszönöm szépen! Anyák napján legyen virág mind a két kezemben.
Egyik gyomrot neked szedtem, oda külön réten, amiért te is oly sokat fáradoztál, értem. Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat, jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap. Köszönök mindent, amit ért. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, értem, és hogy az én jó anyámat fel nevelted nékem. Fecske Csaba nagymamánál. A nagymamánál jó, csak ott jó igazán. A nagymamának sok keze van, de ez igazán. Az egyik kezével főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal fejemen egy dudort borogat. A sokadik kezével kinyitja a tehéncsapot. Abból már is friss, melegten csobog. A nagymamánál jó, mert ott van nagypapa, aki a mezőről tücsökszagú estét hoz haza. Jó napot kívánok mindenkinek, édesanyáknak, nagymamáknak, a dédiket sem feledve. Vannak itt én nagyik? Láthatnám a kezüket? Na. Örömmel látom, vannak néhányan. Képzeljék, velem is érkezett egy hölgy, egy igazi nagymama. Merre van? Hová vagy, kedves Mariska? Jövök, bátyám, hogy jövök. Csak úgy betörtént egy kis baleset. Elestem! Mi történt, Mári néni? Annyira rosszak az utak? Jaj, de hogy is azokat folyamatosan javítják ezek a drága, jó, nem mester emberek. Hát akkor miért botlott esett el? Hát édesfiam, ennek a botom meg a szemüvegem az oka. Hogy, hát nem azért van, hogy a mozgását, a látását javítsa. De azért van, már azt mondták. De mit mondtak? Mit mondtak? Azt mondták, hordjam, viseljem, mert jó lesz az majd nagyon. Ezek szerint, hát ezt hogy kérdezem, jó lett? Hát de láthatod, édesfiam, mennyire jó lett. Azóta el se kell. Akkor mégis miért használja? Jaj, hát csak nézzél ide! A nagy ártán árát tették rá az orromra ott a látásjavítóba. Mikor látták az eredményt, akkor meg ezt a botot is a kezembe nyomták. Azért, mert a lába is fájt. Ja, akkor még nem, csak azóta ilyen sűrű térre esett, meg a segítség nélkül már alig tudok fölállni. Azóta fáj. Értem, és ezeken a tét dolgokon kívül mivel tölti a napjait? Hát tudod, gyerekem, a jószágokat el kell látni, na meg ott van az ember, ő is el kell látni. Mondja csak, a kedves férje hogy van? Fejj még a tehenet? Fejj, bizony, mert csak neki adja le a tejet. Hát, nem is értem azt a dolgot, hogy mit csinálhat vele. Már te gyanítom, fej és előtt kisüstikkel kínálhatja meg. Ezt miből gondolja? Hát a múltkor is. A kocsma előtt várta őt a Riska. Értem is, mondja. Ezzel ugye szépen is eltelik a napja, szépen el is telik. De hogy telik? Hát délután meg jön a kis unokám. A Petya. Petya? Hány éves a kisunoka? 35 a kis drága. Ugye azért jön, hogy segítsen. Segíteni azért jön, mert éhes. Minden nap nálunk ebédel. Tényleg? Bizony. Meg is nyalja utána mind a 10 ujját. Bizony, a nagymama főzje az mindig a legjobb. Hát lehet, biztos így van. Persze, hogy így van. De hát, azért nyaljon, nyalogatja ő az ujját. Nehogy sose használja se a kést, se a villát, úgy. Na, köszönöm, én nem beszélek tovább. Köszönjük. Nekünk van, hol szereztétek?
Nem tudjuk, mit tegyünk. Osszátok meg velem. Mit? Hát a bánatotokat. Akkor nektek csak a fele marad. Jó, de attól még nem lesz meglepetés a mamának. Ó, ti ilyenbe sántikáltok? Nem sántikálunk, hanem még egészen rendesen ballagunk. Ó, hát ez amolyan szólás, mondás. Meglepetésen törjétek a fejeteket, igaz? Már nem törjük, már kitaláltuk. Akkor meg mi a baj? Még sincs meglepetés. Ez érdekes. Nem érdekes, ez borzasztóan szomorú. Pedig volt 5 szem ropogós májusi cseresznyék. Hol szereztétek? A Ligóban csinál. Finom ajándék. Mi is azt hittük. Ahány csiga volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztük a tüskéinkre, és igyekeztünk hazafelé. Amikor szembe jött velünk egy nyúl, megállt, és azt mondta, a májusi cseresznye mindig kukacos, sokkal jobb a hónapos retek. És ti? Bementünk a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltük a cseresznyét hónapos retekre. Ezért búsultok, hiszen az anyukátok ennek is fog örülni. Nem fog, mert aztán találkoztunk egy egérrel, az is megállt, nézte, hogy mit viszünk, megcsóválta a fejét, minden retek húzvás, 100-szor jobb a tavalyi dió. Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sosem kóstolt retket, és szívesen cserélt velünk. És hol a dió? Találkoztunk egy rókával, egy borzon is. Megállt, és nagyon komolyan intett. Fiacskái, jegyezzétek meg, hogy a tavalyi dió mind kukacos. 100-szor volt egy külegyke tojást. Fogtuk hát, és bementünk a sarki menyéhez, és elcseréltük a diót egy főtojásra. Kivel találkoztatok még? A rókával. Csak nem bántott a beste. Dehogy, nagyon aranyos vagy. Azt mondta, okos süngyerekek vagyunk, de mielőtt átadjuk, jól nézzük meg, nem zár-e belül. No és? Megnéztük, és most semmit sem tudunk venni a mamának. Ne sírjatok, no, ajándékot nem csak vásárolni lehet, hanem készíteni is. Miből? Például fűből és szalmából. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát fogni. Taníts meg rá minket is! Hadd csináljuk mi is! Gyertek nagyon körül! Ezt ide tesznek rá? Látjátok, most csináljátok mi is! De jó, nem is olyan nehéz! A mamám biztosan nagyon körül! Nézd, jól csinálom! Csak ugyan, mi eddig csak az édesanyjára gondoltunk.
de akkor a te édesanyád kosarán teleszedik virágba. Tessék, Rákutas, ez a tiéd, amiért segített.